17. századi parókák, jelmezek, ötletes forgódíszlet. És egy kettős szerepet alakító főhős. Vajda János új operája ez a képzelt beteg, avagy ő felsége komédiása, amelynek főpróbáján jártunk. Valaki jött. Hol jöttem. Már a próbán is érezhető volt, rendkívüli színházi élményt nyújtó kortárs opera előadás született. Én azt gondolom, hogy ez nemzetközi színvonalon van ez az opera. És puh. Ősbemutatót láthatott tehát a közönség az Eiffel műhelyházban, melynek Molière a képzelt beteg, illetve a francia vígjátékíróról szóló Bulgakov színdarab, az ő felsége komédiása az alapja, de Vajda János zeneszerző saját elképzelése szerint készült, és inkább egy vígópera lett. Egy ilyen kompilációja két darabnak, ami talán több mindent megenged egy rendező számára, mint esetleg egy szigorúan megkomponált egyfajta darab. Az alaptörténet Molière a képzelt beteg című darabjái, amelyben Argan a képzelt beteg lányát nem a kiszemelt és kissé kótyagos Teofilhoz, burgó doktor fiához, hanem Argan lányának választottjához kénytelen hozzáadni, akiről nem is sejti, hogy csak egy álorvos. A képzelt beteget, vagyis Argant, Hábetler András játsza, és a csavar, hogy a második történetszámban a királyi kegyekből kitagadott, haldokló Molière-t is ő alakítja. Hábetler András énekli, és úgy érzem, hogy gazdagodtam az ő szereplésével és szerepével. Korábban tulajdonképpen csak a teniszpályáról ismertük egymást. Vajda János zenében és a színpadi tehetségében abban mindig ott van valahogy a humor, a nagyvonalú humor, az absztrakt humor is. Nem is nagyon bírnék én emellett mást, mert ez extrém fárasztó. Ez egy olyan szerep, tényleg ez egy két órás opera, és én egyszer egy percre, meg aztán másfélre kimegyek, és végig a színpadon vagyok. Molière! Felség, bocsásson meg a szívem! És hát amit a Kovács János Karnagy úr ebbe a darabba beletett energiát, az mérhető ahhoz, majd, hogy nem, amit a szerző beletett. Tehát ő ennek az apostola, ennek az előadásnak. Másik a Máté. Szabó Máté, aki prózai színházi rendezőként kezdte, prózai színházként is kezelte az opera előadást. A sokrétegű Molière mű a zenétől pedig csak még jobban kezdett működni színműként. Van egy előzetes rendezés, amit a zeneszerző elvégzett, és ez az ő, tulajdonképpen az ő vágya, ez a zene, és nekem meg ezt a vágyat kell valahogy teljesíteni. Hamar ide értünk, egyből ide hoztátok a széket, és akkor a nagy zene itt, hosszan itt vagyunk. Molière azért is lehet sokféleképpen játszani, mert nagyon alkalmas az ősi komédiázásra, és közben meg valamilyen módon mégis a pszichorealista színház ennek is felkeltette az érdeklődését. Mindenki elragadtatással beszél arról, hogy Vajda János operájában kapott lehetőséget. Önálló nagyon-nagyon fontos a szöveg, nagyon fontosak ezek a szövegi játékok, ezek a kis gegek, amik előfordulnak, és ezeket ki is kell hangsúlyozni. Tehát akkor vagyunk jók, amikor ezt a közönség is megérti, és velünk nevet. Igazán, ezt nem tudtam, örülök. Ha
amikor tulajdonképpen megtudtam, hogy Kovács Jánossal és Szabó Mátéval dolgozhatom együtt, és átnéztem a saját részemet, hogy én ezt el tudom énekelni, akkor azonnal igent mondtam rá. Nagyon jó a hangszerelése is, a dallamvilága nagyon fülbemászó, slágerdallamok vannak benne, amit utána az ember dudorászik. Aki beült megnézni csak egyszer-kétszer, ő is dudorászza szöveggel együtt. Az idén összesen négyszer látható előadás főpróbájától a főszereplő szavaival búcsúzunk. Ez a legnagyobb szerep, amit én valaha énekeltem minden szempontból, úgyhogy óriási kihívás, és hát baromi nagy megtiszteltetés, iszonyatosan izgulunk, hogy legalább valamelyest tudjuk hozni azt, ami ebben a darabban tényleg benne van. De ami a legfontosabb, és ezt most oda mondom bele, jöjjenek és nézzék meg a Képzelt Beteg című Vajda operát.